Sziasztok, ez a videó kezdő bonsájosoknak szól, egy kezdő bonsájostól. Nézzük akkor, hogy én hogy látom a dolgokat. Először is el kell mondani, hogy ez a bonsáj gyakorlatilag nem is egy bonsáj, csak ugye arra hasonlító dolog. Tehát ugye ez egy ficus ginseng. Na most, tehát a maga alapvető jegyei, hogy tehát ugye egy bonsáj, mitől is bonsáj, ez lesz az első kérdés, a második pedig, hogy miért ezt mutatnám be. Mi is a bonsáj gyakorlatilag? Ugye egy tálban nevelt fa, na most tehát az a lényege, ugye a kínaiak meg a japánok azért foglalkoznak ezzel, és azért ered onnan a hagyománya, mert a bonsáj, tehát tálban nevelt fa, így fordítjuk le. A lényege tehát, hogy kis tálban, tehát minél kisebb körülmények között, minél öregebb hatást keltsünk a növénynek. Hát gyakorlatilag ugye bármiből lehet bonsájt csinálni, csak hát ugye figyelni kell elsősorban, ugye a kezdők szempontjából ugye arra, hogy tehát gyakorlatilag életbe maradjon a növény. Aztán ugye jöhetnek azok, hogy tehát utána nézni, utána olvasni, hogy melyek a esztétikusabbak. Azok ugye a esztétikusabbak, amelyiknek kicsik a leveleik. Aztán ugye lehet tarthatóság szerint, tehát ez mondjuk már egy kicsit kötött téma, mert hogyha az ember belemegy ebbe, tehát ugye akkor fog életbe maradni, hogyha minél jobban a mi klímánknak megfelelően tartjuk a növényünket. Na most hát ugye erre egészen egyszerűen a lakhelyünk miatt nincsen nagyon lehetőségünk, legalábbis hát nekünk európaiaknak. Mert hát ugye eredetileg ugye, tehát ezek Ázsiából származnak. De hát éppen ezért a világ minden táján, tehát például ahol hidegebb van, ott ilyen tűlevelűeket csinálnak, ahol nagyobb a páratartalom, ott olyasmi bonsájokat nevelnek, ami ennek megfelelő, meg stb. Szerintem, hogyha érdekes lesz a videó, akkor a következőkben ugye kitérünk egy kicsit részleteiben, tehát például meccés, drótozás, táptalaj, maga ugye a ültető közeg, magák a tálak, meg stb. Stb. Tehát rengeteg ilyen dolog van még. Tartozom egy olyannal, hogy miért ezt mutatom be, ami ugye gyakorlatilag nem is bonsáj. Egészen egyszerűen, amikor elkezdtem vele foglalkozni, beszereztem ilyen mini, olcsóbb bonsájokat. Ja, majd beszélünk a árról is esetleg, tehát ennek a hobbinak a költségeiről is, hogyha az érdekes lesz. Majd ezt a visszajelzések alapján meglátjuk kommentbe. Szóval volt nekem ficus retuszám, volt nekem fenyőm, amit egyébként az európai legnagyobb bonsáj kiállításáról hoztam, és elmentem, mert tehát tényleg nagyon-nagyon érdekel a dolog. Tehát ez ugye Belgiumban van, vagy volt, és ugye minden évben ott kerül megrendezésre. Szóval ezek a bonsájaim, amik voltak nekem, és egyébként a csatornámon figyelemmel is követhető, tehát vannak róla videók, ahol átültetgetem, meccelgetem, drótozom, stb. Stb. Elszáradtak, tehát ugye pont akkor mentünk el nyaralni, amikor, tehát ez ilyen Murphy, tehát akkor volt ilyen 44 fok. Na most, tehát ugye hozzátartozik, hogy nekem se kertem sincs, se nem melegházam sincs, stb. Stb. És tehát a szomszédasszonyt kértük meg, hogy locsolgassa, én megmondtattam, hogy mennyit kell neki, stb. Puff, beakadt olyan szinten a meleg, hogy tehát komolyan ablakpárkányon voltak. Hát ugye még
maga az ablak is ő visszaverte a hőt, úgyhogy hát locsolgatta ő, tehát azt ugye mondta, meg látszott is, hogy a föld nedves volt, meg stb. Tehát ugye ez az ültető közeg, most nem mondom a nevét, majd egy következő videóba esetleg, és tehát lényeg az az, hogy tönkrement, ez is ott volt közöttük, ez a Ficus ginseng, és ugye ez bírta. Na most, tehát ez egy más tába volt akkor, tehát ezt én a Lidlibe vettem valami 20 euróért, tehát ahhoz képest, hogy 7-8 éves növényről beszélünk, tehát tényleg annyi, ahhoz képest teljesen jól bírja, és akkor most ültettem én át ezt körülbelül egy héttel ezelőtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy előjáróban ennyi. Várom az érdeklődőktől a kérdéseket kommentbe, és az én szintemen, mert hát nyilvánvaló, tehát ugye ez is egy hobbi, ez is egy elfoglaltság, és tehát mindenféle hobbihoz ugye specifikus ismeretek kellenek. Hát ehhez többek között, amiket már ugye elmondtam, többek között ugye biológiai ismeretek, tehát tápoldat, tehát MPK, stb. Meg ugye páratartalom, stb. Na, lényeg a lényeg, nem szaporítom tovább a szót, tehát ez egy ugye nézői kérésre, aki szintén ugye az emberünk Gábornak hívják, egyébként nagyon szimpatikus, szintén Franciaországban lakik, és most tegnap kérte tőlem, hogy csináljak egy ilyen valami bonszájos videót, hát Gábor, remélem, hogy erre számítottál, vagyis valami ilyesmire. Szerintem egyébként ez egy elég jó sorozat lehet, főleg, hogyha beválik. Nekem, hogyha már egy embernek tudok igazából segíteni, nekem már az is megértett. Nagyon szívesen beszélek mindenről, ami a bonszájjal kapcsolatos, és ugye amiről én tudok így ennyi idő alatt, de hát tehát ugye ismerjük a dolgokat, hogy a hobbikba, hogyha belemegy az ember, akkor tehát tényleg tehát évtizedeket lehet tanulni, sőt, egy egész életen át lehet tanulni. Hát nyilván mindenféle más vonzatai is vannak ennek a dolognak, tehát elmondtam ugye, tehát, hogy időjáráshoz kötött, stb. Anyagiakhoz is kötött. Erről is beszélhetünk egy következő videóban. Na, de a lényeg, hogy várom a hozzászólásokat. Köszönöm szépen, ennyit tudtam most így hirtelen elmondani. Hello, sziasztok!